Erdély, Bánság, Körösvidék és Máramaros 2 millió magyarja. Nem én mondom neked, de a megcsonkított Magyarország mondta ki a szentenciát rólunk. Június 4-én az országzászlónál tartottak trianoni megemlékezést, melyet kecskeméti, hetényegyházi és kerekegyházi civilek szerveztek meg. A rendezvény egyik állomása 10 órakor az országzászlónál volt. Most azt gondolom, hogy nekünk, azoknak a szerencséseknek, akik kis hazánkon belül emlékezhetnek és emlékeztetnek erre a gyászos évfordulóra, azoknak kötelessége ezt fölemlegetni, hogy ez így nem jól van, József Attilával szólva, soha nem fogunk ebbe belenyugodni. Bújdosóné dr. Dani Erzsébet, a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár igazgatója beszédében azt mondta, Trianon fájdalmas következményei a mai napig itt vannak velünk. Ez a seb nagyon sokáig fog fájni, lehet, hogy soha nem fog beheggedni. Muszáj belekapaszkodni a nemek által generált igenbe, és muszáj azt mondani, hogy igen, összetartozunk, fogjuk egymás kezét, határokon átívelve. Kecskemétről indult az zarándoklat, melynek első állomása a hetényegyházi Kalmár tanya volt, a 2020-ban felállított kettős keresztnél. A gyalogos zarándoklatnak mindig az a célja, egy kicsit felhívás jellegű. Aki úton van, az mindig megérint másokat. A gyaloglás során nagyon sok emberrel találkozunk, akik megszólítanak, megkérdezik, hogy miért vagyunk, mit csinálunk, mi a célunk. Nagyon-nagyon sok emberhez így jutnak el azok a dolgok, amik fölött úgy átsiklanának egyébként. Bodor József, a Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesületének elnöke a három település összefogásáról beszélt. Ezt próbáljuk meg felújítani, ezt a fajta kapcsolattartást, hogy egymás mellett élünk, ne határok választanak el minket, hanem együtt tudjunk gondolkodni, együtt tudjunk menni, egymás rendezményeit ismerjük, egymást ismerjük meg minél szélesebb körbe, és hát ebbe az irányba mozdultunk, mert amikor elkezdtük szervezni ezt a Trianon zarándoklatot is. A zarándoklat következő állomása Kerekegyháza volt.